Szép jó estét kívánok, kedves nézőink! Nos, az édesbús dallamok helyett azt hiszem, hogy a következő beszélgetés sokkal jobban illene. Szurkolói moráj, rigmusok, hiszen vendégem nem más, mint Liszt Péter. Szervusz, Petya! Szia, Raja! Sok szeretettel köszöntöm a nézőket én is. Örülök, hogy itt vagy velünk. Azt hiszem, hogy ez azt egy fontos pillanat. Én jobban. Jó. Kezdjük az elején, hát azért mégiscsak fontos az, hogy hogy is történhetett. Elmesélek egy képzeletbeli történetet. 1974-et írunk, és én azt gondolom, hogy Baján bekopogtattak, és két ember állt az ajtóban, az egyik egy nagy darab, joviális, akit Csiszár Istvánnak hívtak, tehát Guszti bácsi, a másik pedig, szinte bizonyos vagyok benne, hogy egy csodálatos ember, akit soha nem fogunk felejteni, ő pedig nem lehetett más, mint egy fehér zsiguli gazdája, UL-6461. Te még ilyenekre is emlékszel? Igen, és Lakos Imre. Ez így igaz, és hát az igazságnak azt felel meg, hogy amikor ők bekopogtattak a bajai kis lakásba, akkor én nem voltam otthon, hanem edzésen voltam. És amikor hazaértem, akkor édesapám csak azzal fogadott, hogy már elindultak vissza Fehérvárra, és hát azzal fogadott, hogy itt voltak érted a Videotontól, és te döntöd el, hogy mész vagy nem. Tehát elvileg még azt a keménységet se kaptam meg, hogy ő azt mondta volna, hogy maradsz vagy mész, hanem egy nemes egyszerűséggel egy 15 éves kisgyereknek a döntése volt az, hogy én azt mondtam, hogy akkor utazunk. És utazok, és hát kis gyerekfejjel mit gondolhatott az ember ilyenkor? Hát egy ilyen Phantom nevű együttes csak Budapesten lehet, én úgy gondoltam, és mondtam is volt Eréknak, hogy akkor oké, csomagolunk, pakolok, és irány Budapest is, akkor kijavították a földrajztudásomat, és mondták, hogy nem Székesfehérvár a végcél. És hát így volt, ez keddi napon történt 75-ben, és vasárnap már Fehérváron voltam a Koleszba. És hétfőn kezdtem a Sulit a Vasváriba. Így van, a miénk volt a második testnevelés tagozatos évfolyam. Így van. Egy remek így csapat. Van. Az elsőben ugye Nagy Tibi, Horváth Gabi, Porogi Lajos, hadd ne soroljam, Fésűs Iréna, remek röplabda edző és nagyszerű játékos, és így tovább. No de, az is fontos nekem legalábbis, hogy szerintem nem tudják a nézők, hogy te egészen kiválóan nagyszerű tehetség voltál kosárlabdában. Hiszen Baja akkor a vidéki kosárlabdasport, illetve a magyar kosárlabdasport fellegvára volt. Volt benned egy olyan, hogy inkább kosárlabdázó, mi láttalak játszani, sőt játszottunk együtt is, így van. Hogy kosárlabdázó legyél inkább? Hát, mivel édesapám kapus volt így, valahol az természetes volt, hogy afelé tendál inkább az egész, és ő volt az első, aki 6-7 évesen kivitte vonatkertbe engem, és ott a labdafogás, legördülés, vetődés nem is mondok, mert az nagyon kicsi lettem volna ahhoz szerintem. Tehát ő volt az első, aki ezekbe a fortélyokba belevezetett engem. És hát igen, a másik, hogy a labdajátékokhoz nagyon jó érzékem volt mindenféle szerénytelenség nélkül. Kosárlabdában is jó voltam, és kézilabdában is. És hát a kosárlabda az meg eleve azért volt csábító, mert tényleg fantasztikus bajai csapat volt ott, Karácsonyi Kovács, Kubatov, Kancsár, hihetetlen csapat volt. És én akkor az volt nekem a délutáni programom, hogy 3-től 5-ig edzettem a focistákkal, és 7-től 9-ig a kosarasokkal. És plusz még egy óriási csábító erő volt a Mihályfi János nevezetű torna tanár, aki a 3. Béla gimnáziumban a testnevelő tanárom volt, és egyben az NB1-es kosárlabda csapat edzője volt. Úgyhogy hihetetlen csábításnak voltam kitéve, hiszen amikor nekünk volt testnevelés óránk, mindenkit kiküldött az udvarra játszani, én maradhattam egyedül bent a tornaterembe, odaadott nekem egy kosárlabdát, és én 45 percen keresztül csak tempót dobtam. És ő pedig térden állva könyörgett, hogy menjek át kosarazni. Nem lehet bebizonyítani, hiszen a foci csapat az megyei első osztályú volt abban az időben.
és a takosár csapat pedig az ország egyik legnépszerűbb csapata volt. És ezért, tehát azt nagyon nehéz bebizonyítani és feltenni a kérdést, hogy mi lett volna, ha nem jövök el Bajáról. Világos. Tehát itt a kulcs szó az az eljövetel volt, és a kulcs momentum. Hát a másik, ami még ehhez hozzátartozik, hogy az köztudott, hogy a Páncsics Miki a rokonságba tartozott, és emiatt az egész családi, nagy család, az Ferencváros szurkoló volt. Csak mi négyen, édesanyám, édesapám, öcsém meg én, mi négyen voltunk vasas szurkolók, de tényleg sokáig nem tudtam, hogy miért. És akkor egyszer édesapám elmagyarázta, hogy hát azért, mert ő szerszámos készítőként dolgozott a Ganz villamosági művek készülékgyárába, és hát ez a vasas szakmához tartozott ez a mesterség, és ezért voltunk mi vasas szurkolók. És hát 75-ben eljött ez az idő, hogy én a Videotont választottam, és szegény édesapám 5 évig nem merte megmondani, hogy a vasas ott volt értem 2 hétre rá. Mert azt hitte, hogy fogom magam, fölülök a vonatra és egyből megyek Pestre. És hát amikor megmondta, akkor pedig már... Már késő volt. Akkor már késő volt, hiszen nem Peti, mi fogadott Fehérváron? Hát én csak a Nagy Tibit ismertem. Azt, igen, hát a válogatottban. Vele, Serdülő, nem is tudom, milyen válogatottban találkoztunk mindig, tehát én még akkor Bajáról jártam föl. Hát ő azt hiszem, akkor már Vasvár is volt. Tehát én őt ismertem egyedül személyesen. Hát amikor átjöttem, természetes, hogy először a kollégiumba mentem, mert este ért a vonat, a buszon be, a vasútállomásról tényleg Lakos Imre várt engem, és vitt be a Koleszba. És tényleg fantasztikus ember, hihetetlen, hogy mennyi mindenért tartotta a hátát miattuk, de ezt te is jól tudod. És abban az időben, amikor én már hétfőn az első edzésemre kimentem az iskola után, még emlékszem, hogy az ifi csapat, ahova én kerültem utólag, az nem is volt itthon, hanem Belgiumban volt egy tornán. Így én az első vidis edzésemet a tartalékcsapatba végeztem, és ha jól tudom, olyan 10 nap múlva érkezett vissza az ifi, és én akkor csatlakoztam az ifi egyhez, de hát mit mondhat ilyenkor az ember? Ez már Szőke Miki bácsi volt az edzőgen. De tehát az egész az ott kezdődött, amikor volt egy ilyen megyeválogatottak országos tornájának a selejtezői. És ott volt, én még Bács megye csapatával voltam, és ott volt Bács, Fejér, Békés, Csongrád, az így van. És ennek a négyes kvartettet Fejér megye nyerte, úgyhogy 2-1-0-ás győzelemmel, minket is megvertek 1-0-ra, meg a Borsodot is, és azt hiszem a harmadik meccsük az 0-0 lett, igen. De jobb, és akkor mi az utolsó meccsen a Borsoddal 2-2-t játszottunk, és ezzel vittük be szinte a döntőbe a Fejér megye csapatát, és hát az egészben az volt nekem a legérdekesebb, hogy amikor Fehérvárra kerültem, hát ennek a Fejér megyei csapatnak a 90%-a az Videóton volt, a 10%-a meg Dunajváros. Kohász, ja. És én abban a csapatba kerültem, amelyik akkor ott megvert minket, és még úgy, amikor úgy visszamentem Bajára egyszer-kétszer hétvégeken, és találkoztam az ottani a játékos társaim, majd mondtam is nekik, hogy gyerekek, ti nem is tudjátok, hogy mi mekkora dolgot csináltunk azzal, hogy csak 1-0-ra kaptunk egy olyan csapattal, olyan csapattól, amelyik az országot is szétverte annak idején, és utána, mint ahogy be is bizonyosodott, megnyertük az ifi bajnokságot. Igen, 76-ban történt. Mindig bíztak benned, a válogatottnál Rákosi, és amikor jött a Kovács Feri bácsi éra és Szőke Miklós, ugye ifi bajnokság a Fradi ellen ugye a Népligetben, a 1-1-es, és akkor már... Nem az volt. Tehát voltak a selejtezők, és a döntő pedig a Hungária körúton volt, a Pécsel. De 1-1 lett. 1-1, és ott a meccsen is megfogtam egy 11-est, és meg az 5-ből 3-at megfogtam, úgyhogy... Nos, tehát de vagy úgy helyültük oda, hogy 11-esek. Nos, tehát a lényeg az, hogy mindig bíztak benned, ez a lényeg. Folyamatosan fejlődtél. Ki volt, aki hatással volt rád itt Fehérváron? Még fiatalként. Hát ezt így nagyon nehéz így
úgy megmondani, hogy most ki volt a legnagyobb hatással, hiszen abban az időben még a kapus edzőség az még sehol nem volt. Tehát mindig az edzők voltak azok, akik hatással voltak a bármilyen játékosra is, és így a kapusokra is. Én úgy érzem, hogy nekem mindig is volt egy olyan, hogy az edzés az nekem 1000% edzés volt, a meccs az 1000% meccs volt. Tehát én tudtam, hogy mindent el kell kövessek azért, hogy én egyszer a legjobb legyek, és ezért én nálam tényleg nem volt soha lazítás. Még amikor érdekes, amikor tényleg idősebb fejjel, meg most már mint edzőként, néha én mondom az embereimnek, hogy nyugi, tehát nem kell olyan, most lehet egy kicsit pihenni is, mit tudom én, 10 lövésből mennyi rá, csak 8-ra. De abban az időben meg a mostani kapusok is olyanok, hogy és talán ez az egésznek olyan nyitja, hogy nem szeretünk gólt kapni. És ezért én minden egyes edzésen, minden egyes lövésből preszt is csináltam, hogy holott pedig hogy salakon lőttél fel. Így van, salakon voltunk. Igen. 77, ugye az első NB1-es mérkőzés, Kaposvár itthon, bizony, biztos győzelem küszöbén, és akkor beküldtek mi, akkor már tudhattuk, hiszen Szabó Pista volt a cserekapus. Előtte, igen. És ott ugye téged neveztek, a tartalékban nem játszottál, és vártuk, hogy becseréljenek. 17 esztendősek voltunk. Igen, 17 esztendősek voltunk, és hát egy szomorú esemény is tartalik ehhez az első NB1-es meccsemhez, hiszen aznap volt nagypapámnak a temetése. És valahol én nem számítottam arra, hogy én be fogok állni, és valahogy az egész ilyen szomorú hangulatba telt. És még soha nem felejtem, hogy nem is a kispadon ültünk akkor, mert rendkívül rossz idő volt, esett az eső, minden, hanem benn ültünk, ahol az újságírók nak a stúdiójában, a kispadosok ott voltak, hát ott melegebb is volt, és mi egymás. És hát tényleg, ahogy ment az idő, 4-1-re vezettünk már, szinte én lepődtem meg a legjobban, hogy a Jánki Miki mutogat föl a stúdióba, hogy a Petya jöjjön. Néztem is, hogy mi történik itt, hogy nekem még, és akkor, tehát igen, az egész pikantériája az volt, hogy az első gól egy szabadrugás volt, amit a kapufára ütöttem, és onnan rá, ahogy leértem a talajra, ráesett a hátamra, onnan bepattant. Második pedig egy nincs vétetetlen lövés, igaz, de egy, mondjuk rá azt, hogy bezúzták, és én mindig azzal vicceltem a végén, hogy hát az utolsó percekben a Búzgyöri is majd jött föl a szögletnél fejelni, hogy hát ha ki tudnak egyenlíteni, de hát a 4-1-ből 4-3 lett. Másnapi sport, soha nem felejtem el, azt írta, hogy Diszlinek az a szerencséje, hogy ennél csak jobb jöhet. Hát és jött is. És így is történt, hiszen beépültél a csapatba, ne feledjük. És jött ez a 80-as ére, a Verebes ére, azt hiszem, hogy ez volt egy meghatározó tekintve, hogy ő bátran nyúlt a fiatalokhoz. Közben természetesen jött a Lacika is, tehát Disz Laci, aki 18 esztendősen, még 18 sem volt, bemutatkozott az első osztályban. És jött a sok-sok Vasvár is, és a többiek, akik megkapták a bizalmat. Tehát egy Horváth Gabitól kezdve sok mindenki. Ez egy egészen különleges személyiség volt a Verebes. Tőle hát, mit lehetett tanulni? Hát nagyon nehéz hát meghatottság, vagy én nem is tudom, miért nevezzem ezt a Veréből beszélni, mert ilyenkor azért beugranak olyan hihetetlen történetek, és vele kapcsolatban olyan események, amik felejthetetlenek, és egyszerűen abban az időben olyan hihetetlennek tűnt. Fiatalok voltunk, hogy belépett az öltözőbe, elkezdett hergelni minket, és mi vevők voltunk. Tehát neki az volt, kölcsönös volt ez a bizalom, ha így lehet ezt nevezni. Hihetetlen, hogy tudott fanatizálni minket, engem. Soha nem felejtem el, amikor megnyertik a teremtornát Zalaegerszegen. És bennülök az öltözőbe, előttem a kupa bejön, és csak ennyit mondott, hogy kellett ez neked? Hát ilyenkor megfül az ember. És tényleg ő egy hihetetlen pali volt, és jók is voltunk. És mégis elbuktuk mindig azt a kis részt buktuk el, ami miatt mi soha nem lehettünk bajnokok a Vidivel. És
Hát a legnagyobb az ebbe az, hogy egy jó pár évre rá, amikor már külföldről hazajöttem, és a Végzoli eltörte a kezét, akkor a Veré volt a Győrnek az edzője, és engem hívott oda, csapat nélkül voltam, hogy a hátra lévő 10 meccsen segítsek a Győrnek. Hát és tényleg, amikor az ember egy ilyen fantasztikus palival találkozik, akkor egyszerűen nem lehet nemet mondani, és ugyanaz a tűz, ugyanaz az a vehemencia és a tudás lobogott benne, mint régen. Hát nekem, én 37 évesen is ugyanolyan fanatizmussal néztem meg, hallgattam a szavait, mint az első évben. De hát talán azt lehet erre az időszakra mondani, hogy nem voltak már a játékosok olyan vevők erre a dumára, meg erre a fanatizmusra, amit ő képvisel. Pedig már csodát csinált, ugye itt is, Győrben is. Egyértelmű, de ez már 97-ben volt. 97-ben volt, és 96 azt hiszem. És azért mondom, hogy talán megváltoztak a játékosok már. És nekünk meg egy teljesen új volt, nagyon fiatalok voltunk, és ittuk minden szavát. Ezzel lehetett elindulni, és volt is honnét elindulni. Talán annyit még adnék ezzel, hogy amikor 5-2-re nyertünk az Üllői úton, és azt az egy hetet, amit előtte elvégeztünk, és ahogy készültünk arra a Fradi meccsre, azt úgy be lehetne rakni egy ilyen továbbképző tanfolyamra, hihetetlen volt az az egy hét. Ahogy jött, közeledett a meccs, napról napra hergelt minket. És soha nem felejtem, amikor már dugig volt a stadion, zúgott, zengett a hajrá Fradi minden, és ott is jött a cigarettával, és azt mondta, hogy uraim, a harmadik gól után a légy zümmögését szeretném hallani. És hát mit ad a sors? 3-0-nál olyan csend volt a stadionban, mint a fele. Úgyhogy mindenhez volt valami kis serkentő, feldobó mondata, vagy egy kis gesztusa, óriási pali volt. Tehát teltek múltak az évek, 1-2-3 esztendő, és összeállt ez a csapat. Még megvolt az öreg mag, ha úgy tetszik, tehát az 1956-ban születettek, gondolok itt a Végtibi, Csongi, Szabó Józsi, Maher Lali, aztán ott voltatok már ti, de még ott volt a Tíber Laci játszott, stb. Aztán ők kikoptak, és jött egy vadonatúj csapat. És az a vadonatúj csapat, tehát megérkeztünk tulajdonképpen az UEFA esztendejébe, ahol már hát egy kicsit rezgett a léc az elején. Ugye nem védtél az első két meccsen, igen, a sérülés miatt, hogy a Kosztályon. Talán az egészhez még az is hozzá tartozik, hogy azért három évvel előtte már együtt játszottunk. Tehát amikor a Karsai féle korosztály kikopott, talán utoljára a Tíber Laci volt, aki elhagyta ezt a csapatot, Siófokra igazolt, és meg is nyerte a kupát a Siófokkal. És utána a Verébnél kezdtük, igaz, ezt az egészet, jött a Szent Mihály, a Molnár Feri, de akkor már azért a maga együtt játszott. Tehát és ez tényleg így igaz, hogy nem 6 év volt a legidősebb és a legfiatalabb játékos között, ez egy hihetetlen ideális korosztály volt, és hát azért mondjuk meg őszintén, mindenki azt mondta, hogy kis munkás csapat voltunk, de azért én úgy érzem, hogy mindenki, hogy 7-8 ember Európa bármelyik csapatában megállt. Sajnos ez a válogatottságokon talán te vagy a kivétel, és a Csongi nem nagyon mutatkozott meg. De miért? A Józsi játszott még, Csuhai Józsi, Laci Csuhai is játszott. Igen, a Laci. De tehát abban a standard 86-os válogatottban csak én játszottam, hogy én nézem. És itt volt, tehát azért menjünk sorban, mert hiszen voltak nagy mérkőzések. Veled kapcsolatban mindenki a Real meccset emlegeti, és értelemszerűen a Manchestert, ahol ugye azóta már réges-régen kiderült, remélem, hogy nem mondok újat a újságíró kollégáknak sem, hogy nem Albiston lőtte azt. De Albiston lőtte. Vagy, hanem Hughes. Nem Hughes, hanem Albiston. Igen, fordítva. Igen, fordítva. Na, tehát ez a lényeg, és itt azért óvatatlanul is számtalan 11-es párbajt döntöttél el. A 11-eseket kell gyakorolni külön? Hát ezt nem tudom, hogy
hogy is kezdje az ember. Én ebből írtam meg a Béli Szenszes edzői vizsgámnak a írásbeli részét, a büntetőrugás kapuszemmel. És, de nehéz megfejteni, tehát valahol meg kell lenni az emberbe egy éles helyzeteket szeretni kell, kritikus pillanatokban jól dönteni. És hát a Berci egyszer azt megfejtette, hogy még egy titkom volt, hogy baromi gyors voltam. Tehát ha én eltaláltam az irányt, és ha nagyon sok százalékos kimutatást lehetne ebből hozni, ha én eltaláltam az irányt, akkor azért óriási esélyem volt megfogni a labdát. És nehéz megmondani. Tehát most is, hogyha hátulról nézem a 11-es párbajt, bármilyen döntő lehet, vagy akármi, 10-ből 9-szer megmondom, hogy hova rúgja. Még így is. Tehát valahol nekem volt egy olyan érzékem, hogy ahogy nekiállt az ember, milyen szögbe állt neki, milyen lábbal, én 10-ből 9-szer biztos, hogy tudtam, hogy hova rúgja. És hogy elérted vagy? Nem? És, hát és hát így van, a legtöbbször pedig azért, hogyha jó hírányba mentem, akkor azért meg is volt. Tehát meg volt a csapat, meg volt a győzelem. Mi sem volt természetesebb, hogy Mezei Gyuri bácsi, amikor kihirdette a keretet, akkor teljesen egyértelmű volt, hogy a világbajnokságon te leszel a kezdő kapus, hiszen végigvédted a selejtezőket is. Álmodsz Irapuotóval? Dehogy is. Ilyen, tényleg az ember ennyi év után, és hogy azóta se voltunk kint semmilyen nagy versenyen, megszépül minden, igaz, és ezt már többször lenyilatkoztam, és sok helyen elmondtam, hogy ha most szólnának, hogy te Petya, itt a repülőgép, ülj fel, kapsz 9 gólt, gyerünk, irány a VB, és menjünk. Tehát most is azt mondanám, az egy más kérdés, hogy akkor, és ott egy hihetetlen sok volt, az biztos, meg mindenkinek. De akkor elképzelhetik a kedves nézők, hogy akkor nekünk milyen lehetett, hogyha ha tényleg az egész országnak egy rendkívüli helyzet volt, és akkor mi mit érezhettünk, akik ezt átéltük. Tehát abban egyértelmű, hogy nekünk sokkal nagyobb fájdalom volt, és sokkal nagyobb bukás, meg sokkal nagyobb trauma, mint akik itthonról csak a tévében nézték. Ha belegondolunk, ebbe biztos vagyok. Az utolsó nagy siker, mindkettőnek részese voltál, az egyik az UEFA Kupa döntő, soha nem lesz ilyen, amíg én élek, vagy mi élünk, bizonyos vagyok benne, hogy nem. És bárcsak ne legyen igazam, a világbajnokság döntőjébe jutás, tehát elutazni. Igen, és én erre azt hiszem, rendkívül büszke vagyok erre, hogy két ilyen csapatnak is tagja lehettem. Én azt hiszem, az akkori válogatottról se lehet elmondani semmi rosszat, és fantasztikus összetartó társaság volt, és rendkívül jó játékosokkal, és ott is megvolt mindenkinek a szerepe, minden egyes edzésen, minden egyes megbeszélésen, minden egyes kis bulikba, és ami a legfontosabb volt az, hogy nem számított, hogy ki honnan jött. Igaz, hogy volt 9 honvédos mindig a keretbe, de soha nem volt az, hogy ők itt ültek, a vidékiek ott. Tehát egy olyan összetartó erő volt abban a válogatottban, és hogy nem számított, hogy mi Fehérvárról voltunk, a Rocsó mondjuk Pécsről, és ők pedig a Honvédból, hanem egy teljes, óriási kohézűs erő volt a csapatban, és hát olyan játékosokkal, Nagy Anti, Garaba, Létári, tehát Eszterházi, akik azért, ők is többet érdemeltek volna, mint amennyit elértek, azt hiszem. Ugye azt mondtad, hogy 9 honvédos, tehát amikor már hazajöttetek, jött 1987, akkor már hirtelen 12 honvédos lett. Ez volt az esztendő, amikor ugye óvatatlanul is felvetődik, amikor bejelentettek a Lacika, Csuhai és te magad. A Józsi egy évvel előtte már. Vagy egy évvel előtte. A Józsi az egy évvel előtte. Tehát a 86-ban már elment. Labdarúgó a honvédos lesz, piros-kék, piros-fehérbe öltözik piros-kékből. Ennek ugye gyakorlati okai volt. Hát érdekes a szituáció, hiszen
Mindenki tudta, hogy lejár a szerződésünk. A nyáron, 87 nyarán, és nem megbántva senkit, meg tényleg tisztelve mindenkit, a vezetők egy szót nem szóltak hozzánk. Tehát annyit se mondtak, hogy gyertek, üljünk le, beszéljük meg nyártól, hogyan tovább. Semmit nem szóltak. És így jött az, hogy akkor volt katonaválogatottak voltunk, és kint voltunk Vietnámban egy hónapot. És amikor hazaértünk, ez volt február vége, ha jól tudom, akkor voltunk először bent a Honvéd központba. Tehát a repülőtérről a busz egyből ment a Honvéd központba, és még katonaruhába beszéltünk az akkori elnökkel, és elvileg akkor eldőlt, hogy mi a Honvédbe folytatjuk a pályafutásunkat. És nyerték két bajnokságot. És, de a másik még hozzátartozik, hogy és Kovács Ferenc akkor a Las Palmas edzője volt, és ő hazajött. Épp, hogy nem maradtunk abban az évben, igaz? Igen. Az utolsó fordulókban dőlt el talán, hogy nem esik ki a csapat, és Kovács Ferenc hazajött, és a repülőtérről egyből hozzám jött Fehérváron a lakásomra. Mert ő akkor szembesült azzal, hogy mi már nem a Videótonban folytatjuk a pályafutásunkat. Ő följött, és hát tényleg minden követ meg akart mozgatni, hogy mi Fehérváron maradjunk, még össze is ő hozta össze ezt a vezetőségi összejövetelt velünk, amikor tényleg leültünk egy asztalhoz, és hát ott már mindent ígértek, de hát én neki is sajnos azt kellett mondjam, meg a Lacinak is azt kellett mondja, hogy tök mindegy, hogy itt most mi történik, mit mondanak, mi biztos, hogy a Honvédba folytatjuk. Tehát elvileg, ha a Kovács Ferenc nem jön haza, és nem lesz újra a Videóton edzője, akkor lehet, hogy nem is lett volna még ez a ilyen színjátékként berendezett érdekes megbeszélés, volt. Ami szerintem azért lett csak megcsinálva, hogy mégis ők bizonyítsák, hogy megpróbáltak valamit. Az lett volna egy kicsit más világ, hogyha ez januárban történik meg. Tehát akkor, mielőtt elutaztatok, nyilván. Így van. Tehát, hogyha ez januárban van, akkor bármi megtörténhetett volna, és nem biztos, hogy elmegyünk. De mivel nem szóltak hozzánk, egy ilyen megkeresést és egy ilyen tényleg... És a másik a legfontosabb, ami nekem sorsdöntő volt, hogy én megfogadtam, hogy tehát én nem akarom úgy abba hagyni a pályafutásomat, hogy nem nyerek Magyarországon bajnokságot. És akkor a Vidibe ezt nem lehetett érezni. Tehát akkor már szétesébe volt a 85-ös csapat, és még nem volt kialakulóba, igaz a 89-es, amelyik ott volt a bajnoki cím kapujába, de mégis mi nyertük meg a 11-esek bajnokságát, ahol 7 döntetlenből mi 6-ot megnyertünk, a Vidi meg azt hiszem 5 döntetlent játszott, és 4-et elvesztett a 11-esekből. És csak negyedik lett a bajnokság. És a negyedik lett, így van. Tehát én mindenféleképpen bajnok akartam lenni, és kétszer sikerült is. A kiskaput nyitva hagytad? Gondoltad, hogy egyszer visszatérsz? Nem volt itt semmi gond. Tehát nem úgy jöttünk el, tehát nem vitával, nem haraggal váltunk el, hanem az élet ezt hozta, így kellett döntenünk, tovább kellett állni. Tehát nem volt semmi probléma se a vezetőkkel, a játékostársakkal, meg eleve nem is lehetett. És valahol azt azért úgy érezte az ember, hogy egyszer talán még vissza tudok jönni. És hát jó pár évvel később az is sikerült. Egy dolgot hadd kérdezzek még. Bánt, hogy a ti korosztályotok, talán egy-két játékos a kivétel, hála Isten, Diszlec is köztük van, nem tudott rangos bajnokságba szerződni, amikor pedig lehetősége nyílt volna? Hát ez így igaz. Voltatok. Ez így igaz, hogy a UEFA döntő után mindenkinek megvolt a maga felkérője. Hát most már nem, tehát most már nem foglalkozok vele. Akkor egy jó pár évig bántott, így van, mert tényleg olyan kapuk nyíltak volna meg, és olyan hihetetlen sikerek lehettek volna, amit elvettek tőlünk. Hát az egy más kérdés, hogy a Honvédba
az első év után még akkor, és akkor már a szabály már megszűnt, a 30 fölötti szabály, és akkor még egy sanszom volt a Sporting Lisszabonhoz menni, és a Berci odaállt elém, és azt mondta, hogy Petya, nem engedlek el, én nem engedlek el, szükségem van rád, és még egy bajnokságot kell nyerjünk. Tehát ez volt az indok, hogy én azt az esélyt 88-ban nem kaptam meg, hogy a Sportinghoz menjek. 85-ben meg, tehát elvileg nem volt, ott hiába jött volna bármilyen csapat, tehát nem volt kérdés, mert nem lehetett kimenni, mert 25 évesek voltunk, és akkor élt még ez a szabály, hogy 30 fölött lehet kimenni. Összességében elégedett vagy a pályafutásoddal? Hát én úgy fogalmazom ezt, hogy én akárhol voltam, én maximumot nyújtottam mindenhol. Tehát én minden egyes edzésen és minden egyes meccsen megpróbáltam tényleg a legjobb teljesítményt és a legjobb tudásomat odaadni. Igen, tehát hogyha így nézzük, akkor elvileg bajnok voltam, kupagyőztes voltam, UEFA kupa döntőt játszottam. Tehát mint magyar játékos, magyar csapattal, válogatottban, VB-n kint voltunk, tehát úgy sok mindent elért az ember, és akkor mindig visszakanyarodunk ehhez a 85-höz, igaz, az UEFA kupa döntő után, hogy akkor nem mehettünk ki. Az tényleg, mint mondtam, most már nem foglalkozok vele, de akkor nagyon fájt, és nagyon fájt, hiszen lehet, hogy kupákat nyertem volna én is. Valószínű. Köszönöm, hogy itt voltál. Én köszönöm. Kedves nézőink, Dísz Péterrel találkozhattak, maradjanak továbbra is velünk. Minden jót kívánok, viszontlátásra!